Sziasztok, Plekonom vagyok, és itt a The Room második része. Az előző részben belekezdtem ebbe az érdekes kis laika játékba, és megoldottam úgymond az első részét, azzal, hogy a széfnek a záját feltörtem, és akkor a széfen belül is van egy ilyen érdekes, úgy néz ki, mint egy asztal. Egy asztal szekrényszerűség. Na, hol is kezdjünk bele? Azt, hogy itt van ám ez a fotó. Ref605. És ezt miért hoztam magammal? Na, lássuk is, hogy a lencsén mit láthatunk. Itt van valami. Ez mi? Mint hogyha ráverték volna. De... ha? Ez egy kinyílt ez. Július 15. Folytatta azt a nulladik elemnek a kutatását, és érezte, hogy a lelke így hozzákötődik. Meg van győződve arról, hogy van milyen forrás, hol nyer energiát. Fél, hogy mi lesz a vége ennek. Jó. És ez a dobozka mi? Gondolom, ezt kell, a golyót kell beirányítani oda. Ez ahol csak meg kell találni azt a ilyen vonalat, ami pontosan oda vezet. Ráhelyezni is. Van egy kulcs. Jó. A doboz már is dobta, hogy ennek már semmi haszna nem lesz. Ez aztán egy érdekes. Úgy néz ki, mintha egy bab lenne. Egy nagy földi magyarul, és abból kiállna három kulcs. Alaposan körbe kell nézni. Itt is azért. Na és ez mi? Ezt nem tudom sehogy se forgatni, meg ide is kell egy kulcs. Ide valamit be kell ezt majd helyeznem. Hát elforgatni nem tudom. Nyerőből shaped hole. Ide is valamit be kell helyezni. Ide is. Ide meg egy fogaskeréket kell. És meg kell keresni, hogy hol való ez a kulcs, amit most kiszedtem a dobozból. Talán ide? Ó! Oh. Pont ide. És akkor most forgathatom ezt a széfet. Na és akkor ez is úgy van, mint az előző pályán, hogy meg kell találnom. Tehát így jó. Meg kell találni, hogy meddig lehet csavarni. Az a bújka, hogy 5, 3, 5, és aztán vissza. It's time for a place of paper with the flowing icons. Small square peg. Ez ilyen pecsét? Nem. Szóval majd be kell szélyeznem. Jó, és ide berakhatjuk a fotót. És ezzel mit látunk? Semmit. Nem vagyunk talán így. Sigil. Oké. Okay. És most ki is vettem a fotót? Nem. Most ezzel kell foglalkoznunk. És észrevettem, hogy felveszik a lencsét, máshogy néz ki. És akkor meg kell csinálnunk, hogy itt ugye volt ez. Ezt innen eltávolítani és ide behelyezni. Most ezt. Jó, csak ennyi? És akkor most ezt be tudom tenni. Ok.
kristály. Ez egy új felfedezést tapasztalt. Lencséket hozott létre, ami is olyanokat látott, ami így a legsötétebb gondolatába se derült volna fel. Most már nem kéne látogatni a boros pincét. Egy kicsit megőrült ez a pali, az látszik is rajta. Hát, hogy az őrítette meg, amiket így látott a lencsén keresztül. Na és ez a kristály, ez hova kell lesz olyan? Na és ide kell a kristály. Jó. Szépen behelyeztem. Ú, és lám a kék fény. És ilyen Jedi lézerre kell átalakítani a fényét. Tiny weight flywheel. És ez hova kell lesz? Szóval nézzük meg az alakját. Aha. Vagy úgy. Akkor ez ide kéne? Jó. Titkos szekrény, hexagonal piece of map. Ez úgy néz ki, mint a régi fényképezőgépek. De ugye nem lehet csinálni semmit vele. Ezt ide kell. És kaptam egy gurglit. És ez kéne... hol is láttam, talán ide? Aha. Voilà. Na ebből mit kell kihozni? Ezt is így tekergetni kell. Csírni, csúrni, csavarni. Míg ki nem. Rajzolódik bele szépen valami. Így. Perfect. Wooden box. Jó, és ezt nem lehet kinyitni. Hogy a dobosznak itt az alján, egy ilyen, ezt el lehet forgatni. Ó, és ez... ez meg ide kéne a térképhez. Igaz? Jó, várjunk akkor ide. Aha, megvan. Így. Egy szép kis teleszkóp. A dolom, akkor most tudjuk meg, hogy ott mit kell bepálni. És ezt a szerkezetet ide kell helyezni. Aha. És akkor ezt... itt meg is nyílt. Ez egy voltmérő. Most rosszat nyomtam, vagy mi van? Valamit, mint hogyha időre menne. De mi? Jó, várjunk ezzel. Ó, oh, már látom, jó van. Szóval akkor
Ezt kell megnyomni. Most hogy van ez? Körbe kell itt tekernem, és akkor megnyomni az összes gombot? Kaptam egy kulcsot. És ezt meg kell csinálni a másik oldalról is, igaz? Aha. Ja, csak rájöttem már, hogy mit kell csinálni. Így. Itt van egy térkép darab. Tibet. Ez már biztos, hogy ide kell lesz. És kell még kettő. De az újat nem fedeztem fel. Na és nézzük ezt a kulcsot. Aha, ez a baba, amit mondtam. És akkor ezt kell ezt ide beállítani. Ráadásul ez egy hatágú kulcs. Na, ez se semmi. Szerintem azért tökéletes lesz. Ezt a kettőt, vagy hármat nem kell használnunk. Nézzük meg, hogy a játék is így gondolja, hogy beleillik. Szerencsére így gondolja. No smart reflecting device. Jó. És akkor ezt bővíteni kell ezzel, igaz? Yep. És ez itt mi? Aha. Aha. Kis fényjáték. Na várjunk. Most meg is oldottam. És tovább terjed a fény. Azt a lebúrult. Hát a hidegráz kettő a játéktól, a zseniális. Rendesen nagy csillagkép minden. Ki inne, hogy egy asztal egy csillagvizsgáló lesz. Jó, és akkor ez mehet ugyanúgy a térképbe. Így ne. Jó, és akkor már csak egy kell. De várjunk. Mi ez a meteorit itt? Ezzel kell valamit csinálni? Nem? Az a baj még szerintem... Ah, most már látom. Ezt kell kirajzolni ezzel egy keresztet. Jó. És az utolsó darab. Ez mi? Kicsit rövidebb volt. Blazing yours. Hát, én büszke vagyok magamra, hogy legalább ezzel is hadd. Azt a mindenit, de jól néz ki ez. És akkor most már... Aha! Ugye ez volt az alsó része az asztalnak,
felső részével szinte nem is kellett foglalkozni. És akkor most jön a felső része. Jó. Aha. És hol kéne elkezdeni? Az egy jó kérdés, mi? Elkes iránytű. Small City Extension. Na, valamit ide be kell helyezni majd. Közepébe. Hogy hol kezdjük el? Oha. Egy kurgli. És ennyi? Azt hittem, hogy... Ezzel kell okoskodni valamit. Na, ez a kurgli beillik ide? Nem úgy tűnik, hogy oda illene. És volt benne még egy levél is. Augusztus 15. Valami baj történt. Követte a levélnek az utasításait, de valami nem sikerült. Nem... Ez az Asteroth nem jelent meg. Mi az Asteroth? Nincsen semmi válasz, csak még több kérdés. Egyre több a látomása is. Mint bekerítenek. Már nem állhatok egy helyben. A lencse már bántja a szememet. És nincsen megoldás a fájdalomra. Ezt az erőt nem tudom leírni, szavakba ölteni. Ez olyan, mint az ember elméje nem tud feldolgozni. A ház sokkal nagyobb most már, mindenhol csak szobák vannak. Mindenhol. Itt megnyomtam a fedelet, aztán kijött és ide kell kurgli. Aha. És úgy beállt a helyére. Non est ad astra molis. Nem tudom, ez mit jelent, de latinul van az biztos. Most átfordult a kardra, és nem fordul tovább, amíg meg nem oldom. Jó. Van csak az a háttérben, ott nem abban a régi túrlélő játékból van. A szobor, ez tisztára az. Legends of the Hidden Temple. With your guide, Kirk. Jó lesz. Most megkaptam a kardot. Jó. Nem lehet ezen lecsavarozni semmit? Lehet, hogy most kell tovább menni ezen? Akkor ez ide való középre? Jó. Azt a mindenit. Ezt is majd olyan valami szerint be kell állítani. És hogyha megnézzük újra a képet, akkor itt láthatjuk, hogy melyiket kell megnyomni. Úgyhogy miután beírtuk, meg kell nyomni a gombot, nem aktiválódik magától.
mehetünk tovább? Aha. Most jön a zászló? Nem, a szem. Jó, nézzük a festményt. Azt a debulót. Olyan, mintha tényleg belenéznek a vászlomba, és egy másik univerzum, vagy nem tudom, egy másik helyre teleportálna. És akkor most ezt kell így állítani, igaz? Ha ott a következő kód. Oké. Okay. Na és akkor most megállt, és a megfelelő pozícióban van. És akkor most kell... Így. Voilà, megvan a szem. Jó, itt nincsen egy újabb. Soha kell ezt a szemtelent rakni. Valamelyik földgömbbe? Vagy ide? Ezt kell megfelelő pozícióba csírni, csavarni. Na de ez is mi szerint? Ah, persze, hát ez szerint. Jó. Csak az a kérdés, hogy mit mutasson? De ugye, amit visszaraktam, ide be kell nézni már megint a fénybe. Aha, vagy mi az a fakeretbe. Hát hülye vagyok, mint ugye nézni kell ezt a képkeretet. Ez, azt hittem, hogy olyan más mutat, hogy valahogy be kell állítani a szemet, megfelelő pozícióba a lófaszt, meg vagy az iránytűt, mert az iránytű is rajta van három nyilván minden, de összefoglalva úgy van, hogy ez a nyíl itt áll. Tehát következtetésképpen az volt, hogy ez a három nyíl azt mondhatja, hogy mi kell, mit kell csinálnom, melyik feladatokat kell megoldanom, hogy ez a képkeret működésbe lépjen. Szerintem ez így találták ki, ennek semmi köze semmihez egyelőre, csak ezt mutatta, hogy elsőnek ezt kell megoldom. Szóval forgatni kell a szemet, és akkor meglátjuk, hogy hol találhatóak a négyzetek, és akkor ez alapján így be kell írni szépen ide a kódot ismét. És ez lesz. És egy elég érdekes kis szerkezet. Mi a fel? Energy source. Jött a következő csillagkép. Jó, na nézzük. Történt. Felálltjöttem egy külön dimenzióba most. Ojjaj. És akkor forgatni kell, hogy kirajzolódjon ez, igaz? Én csak az alsó részét nem is tudom forgatni. Akkor ez lenne a nulladik elem? Érdekes. Ja, ide kell beállítani. Aha. Látom már. Valami nem stimmelt, hogy az alján hiányzik. És ez már egy újabb chapter, vagy? Még itt vagyunk.
Fade. Is in progress, but do you really think you have proven yourself yet? Ez érdekes, beszippantott a Mennyország kapuja. Pokol vagyok. Na hát az jó kérdés. Majd kiderül a következő részbe. Na én fogom folytatni majd, úgyhogy akinek tetszett a videó, az a találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!